Törvénytelen volt a Marosvásárhelyi Tanács által június végén megszavazott költségvetés kiegészítés. Egyebek mellett az önkormányzati képviselők jogtalanul különítettek el pénzösszegeket azoknak a sportkluboknak, amelyekkel társulási viszonyban vannak. Ezt állítja a Maros megyei kormánybiztosi hivatal. A költségvetés kiegészítés kapcsán a Marosvásárhelyi Tanács nem tartotta be az átláthatóság alapvető szabályát, azaz nem tüntették fel a határozat tervezet anyagát a hivatal honlapján. Továbbá négy a várossal társulásban lévő sportklubnak megnövelték az átutalandó pénzösszegeket, mindezt indokolatlanul és egyben törvénytelenül tették, mondja a prefektúra szóvivője. Nem indokolták meg, hogy milyen törvényi alapja van a költségvetés kiegészítésnek, és azokat a tanácsi határozatokat sem jelölték meg, amelyek ezeknek a döntéseknek az alapjául szolgálnak. A helyzet orvoslásáig a sportkluboknak annak ellenére sem lehet átutalni a megszavazott összegeket, hogy ezek az elmúlt másfél év alatt az anyagiak miatt hanyatlanak, mondja Szérdzsú Papuk. Az alpolgármester szerint a kormánybiztosi hivatal jogászai tévedtek. Nem mérték fel kellőképpen a könyvelési adatokat, sem pedig azokat az átiratokat, indokló dokumentumokat, amelyeket a június 29-i költségvetés kiegészítésre vonatkozó határozathoz csatoltunk. Abból ugyanis világosan kiderül, akár csak a város költségvetéséből, amely ennek a határozatnak az alapjául szolgál, hogy a város ezekkel az összegekkel tartozik a sportkluboknak. Ezek adósságok. A kormánybiztosi hivatal egyébként átiratban kéri a Marosvásárhelyi önkormányzattól a vonatkozó határozat tervezett visszavonását.